Távol-Kelet testközelből címmel tartotta dr. Sziráky György legutóbbi előadását a Városi Könyvtárban. Az entomológus az Usszuri vidéktől a Maláj-félszigetig tartó útélményeiről tartott beszámolót. Dr. Sziráky előadását a saját képeiből tartott vetítéssel színesítette. Kedves megjelent érdeklődők! Ellentétben a múltkori előadásommal, amelyik alapvetően ismeretterjesztő jellegű volt, most élményekről szeretnék beszélni. Élményeimről, amik ezen a távoli vidéken estek meg velem, amiket itt tapasztaltam. Azért, hogy mindjárt ellent mondjak saját magamnak, egy kis szakmát. Hogy miért is mentem én oda? Igazából, ahogy említettem ezt már talán múltkor, látom, hogy vannak itt olyanok, akik az elmúlt előadáson is itt voltak. Én a Természettudományi Múzeum állattárában dolgozom, rovarokkal foglalkozom. Most is foglalkozom, most is dolgozom, de most már csak úgy, hobbiból, ingyen, önkéntesként, pénz nélkül. Na, az az állatcsoport, az a rovarcsoport, amivel legközelebbről, leginkább, legintenzívebben foglalkozom, az a lisztes fátyolkák csoportja, és egy lisztes fátyolka így néz ki, ahogy ezen a képen lehet látni. Ez a kép, ez nem az én saját felvételem, a többi fotó az szinte kivétel nélkül az én saját felvételem lesz, ezért elnézést kérek a minőségért, de legalább eredetiek. No, benne vagyok a képben, hogy úgy mondjam. A lisztes fátyolkák talán leginkább egy átlagos embernek a zöld fátyolkák juthatnak a fátyolkákról eszükbe, amik főként ősszel úgy bebelátogatnak a lakásokba, épületekbe, mert van egy-két olyan faj, amelyik ott telelát. Csak az a különbség, hogy a lisztes fátyolkák szárnyát, testét egy ilyen fehér viaszpor borítja, mint ahogy itt ezen a képen is látjuk, és hát nem egy-két centi hosszúságúak, hanem ez az egész állat a fejétől a szárnya végéig olyan 2 milliméter. Hogyha egy rajzot nézzünk meg róla, ez a rajz sem a sajátom, hanem dr. Kis Béla, néhai kolozsvári entomológus professzor rajza az ő könyvéből. No, tehát ha ezt megnézzük, akkor talán már egy picit jobban emlékeztet arra a fátyolka képre, mint ami esetleg bennünk élhet, hogyha valakiben egyáltalán rajtam kívül itt ér ilyen kép. Ennyit a szakmáról. Azért mentem ezekre az utakra, hogy ezekből az állatokból minél többet találjak, és reméltem, hogy találok olyanokat, amik a tudomány számára újak, tehát amiket mint új fajokat leírhatok. Ez a reményem teljesült is minden út alkalmával. Találtam ilyesmit, és ezen kívül meg, ha esetleg nem új, akkor elterjedési új adat, tehát megtudhattam azt, hogy mondjuk egy olyan csoport, amelyik eddig csak Közép-Ázsiából volt ismeretes, mondjuk itt Távol-Keleten is előfordul. Távol-Keleten. Hát egy eléggé elnagyolt térképet másoltam ide ki. Hol is jártam? Jártam Oroszország, ez itt a Bajkártó, Oroszország legkeletibb, legdélkeletibb részén, hogy úgy mondjam, Vlagyivosztok környékén, amit az oroszok itt ezt a részt úgy mondják, hogy Primórje, tenger mellé. Ez nem az a hideg Szibéria, ami Szibériáról úgy hirtelen beugrik az embernek, hanem ez a terület már nagyjából Nápollyal van egy szélességi körön.
Viszont azért a kontinentalitás azzal együtt, hogy a tengerparton van, valamennyire télen legalábbis érződik, tehát a telek azok mínusz 25 fokosak és nagy hó van, a nyarak viszont melegek, forróak, és a tenger közelsége miatt azért itt a levegő relatív páratartalma az rendszerint 85%-os vagy annál magasabb, ami aztán azt eredményezi, hogy itt dúsan burjánzik az élet. Nem időrendi sorrendben, de egy rövid időre mondom, de egy rövid időre Pekingbe is ellátogattam az ottani kolléganő meghívására, hogy megmutassam én, hogy vizsgálok egy-két dolgot meg ezeken az apró állatokon, amit én látok, ők meg eddig nem láttak. Fizették az utamat, elmentem. Tehát ez egy nem gyűjtő út volt, de a többi az már igazából az. Utána, vagy ezt megelőzően, de utána fogok róla beszélni. Vietnám, ugye ez a hosszú észak-déli irányban nagy kiterjedési ország. Vietnám déli és északi részén is voltam egy-egy alkalommal, 3-3 hetet körülbelül. Utána pedig úgy láttam, hogy egyszerűbb lesz nekem, hogyha nem Vietnámban próbálom Dél-Kelet-Ázsia faunáját tanulmányozni, hanem kevesebb kötöttséggel Thaiföldön. Ide is két utat volt szerencsém szervezni. Először Thaiföld északi részén, pontosabban északi felében, tehát a északi határ környékén, itt a laoszi határ mentén nagyjából, meg a középső területeken, és a második út pedig a félszigeti Thaiföldön volt. No, akkor innentől kezdve már tényleg az élmények. Amikor Vlagyivosztok felé közeledtem, a repülő megközelítette a repülőteret, és érdekes volt látnom, hogy mi a csoda virágzik itt, ennyire késő lenne a vegetáció, hogy mert már a leszállás közben lehetett látni, hogy ilyen fehér virágok vannak az erdőkben, amik Vlagyivosztokot is környezik. Egyébként a város repülőtere nagyon kis provinciális igazából, közel van hozzá a természet. Néztem, hogy most virágzik a bodza nálunk, ez már, mert hogy ez június végén, július elején volt, amikor megérkeztem, az június végén volt. No, most virágzik a bodza, hát nálunk már egy hónappal ezelőtt elvirágzott. Aztán később, amikor közelebbről megnéztem ezt a növényt, kiderült, hogy ez bizony nem bodza, hanem egy ottani orgona, amelyik ilyenkor virágzik, a Syringa amurensis, tehát mondjuk amuri orgonának lehet őt nevezni. És nem sokat időztünk, a környékbeli Koreával határos területre, egy ilyen kicsit mocsaras vidékre mentünk az ottani kollégákkal, akik voltak kedvesek kísérni, segíteni engem. Érdekes páfrányok tömkelege nőtt ott, és ahhoz hasonló növényekből sok, mint ami nálunk is van, csak egy kicsit más fajok. Hiszen azért ez a terület is az úgynevezett palearktikum, tehát ha növényföldrajzilag, állatföldrajzilag felosztjuk a földet, akkor ezért ez nagyjából ugyanabba a fauna és flóra birodalomba tartozik, mint ahova akár Magyarország is, csak hát egy kicsikét távol van tőlünk, és azért vannak különbségek. Bőven. Ez is ismerős lehet, akár a kakukkszegfű, nálunk is élő kakukkszegfűknek rokona, vagy akár ez a harangláféle. Na, ez viszont már ilyesmi már nálunk nincsen. Ez csak ott van, ahol állandóan, vagy legalábbis az év nagy részében magas a relatív páratartalom, tehát epifita növények, azaz fákon, fák törzsén, ágain megtelepedő más növények, azok bizony itt előfordultak, amik nálunk már nincsenek.
De ha ezt a képet nézzük, ez úgy tájképileg akár nálunk is előfordulhatna. Mondjuk itt érdemes figyelni ezekre a szép nőszirmokra, amik a nálunk is élő úgynevezett szibériai nőszirmoknak viszonylag közeli rokonai lehetnek. Egy kicsit közelebbről, egy másik helyen, de hasonló élőhelyen. Egy szép gerebengomba, egy... No, aztán hát ehhez hasonló növény szintén találhatunk nálunk is, ez a szádorgó vagy vajvirágoknak egy ottani rokona, tehát egy klorofilt nem tartalmazó növény, amelyik a környező növényektől veszi a tápanyagot, élősködő természetű. És csak mutatnám ezt a képet is, hogy egy nagyon dús vegetáció, itt olyan 10 centi vízben tocsogtunk, ahogy erre mentünk, és érdekes módon a fás növényzet viszont viszonylag ritkás. Aztán egy kicsit kimozdultunk a Primórie szűkebb környezetéből, és a Szihote-Alin hegységbe fölmentünk olyan 1200 méter magasságig, látni, hogy itt ez az először bodzának nézett orgona, és hát egy sátrat is hozott a házigazda velünk, hát egy ugyanazzal a csoporttal, tehát a recésszárnyúakkal foglalkozó ember, és egy szöcskékkel, sáskákkal foglalkozó másik ember volt, akár mondhatnám a nevüket, hogy Makarkrin és Sztorozsenkó, de tulajdonképpen ez lényegtelen ebből a szempontból. Sátor az kellett, nem azért, mert hogy hideg volt, hanem egyéb okból. Eső az eshetett volna tulajdonképpen, és elég sok szúnyog volt, főként ilyen úgynevezett pupos szúnyogok, de nem olyan veszedelmesek, mint a mi környékünkön, hogyha nálunk egy pupos szúnyog megcsípi az ember, akkor akár ökrömnyi daganat is, duzzanat is keletkezhet a bőrén. Ezek százával csipkedték az embert, és csak egy kicsit égett utána az ember képe. De nem csak a szúnyogok ellen volt ez a sátor, hanem mert velünk volt a Makarkin úr kutyája is. És hát a kutyának is a sátorban kellett aludnia, mivel a tigrisek kedvenc tápláléka, mármint a szibériai tigrisek kedvenc tápláléka a kóborkutya. Ezért aztán a kutyát azt mindenképpen be kellett tenni a sátorba. Érdekes módon a szibériai tigris nem tekinti tápláléknak az embert, nem tekinti prédának az embert, undorodik, hogy mondja, az ember hústól, de erről majd később esetleg pár szót még mondok. Na szóval, tulajdonképpen négyen aludtunk ebben a sátorban, három ember és egy kutya. A kutya nem tudom miért engem választott ki, és állandóan hol a mellemen, hol az arcomon feküdt. De szerencsére nem volt nagy kutya, egy ilyen spániel volt csak. Aztán a Szihote-Alin hegységből, ahol egyébként egy tudományra új fajt sikerült azért találnom a lisztes fátyolkákból, a Szihote-Alin hegységből elmentünk, aki mondjuk olyan 40 évnél idősebb itt, az bizonyára el is tudja olvasni, hogy ez az Uszuriszki megérteni nem kötelező, de legalábbis a ciril betűket ki tudja ejteni talán még. Tehát az Uszuriszki természetvédelmi terület, tehát védett terület, ugye Zapa-Védnyik. És hát látni, hogy egy mogorva tigris vigyázott a bejáratnál. Igazából itt akkor még, hát szovjet, szóval akkor éppen átmeneti állapot volt, akkor FAK volt a neve a Szovjetuniónak. Ugye ez
1990-ben volt, ahogy említettem, június végén, július elején. Na tehát, de akkor mondjuk még egyszerűség kedvéért mondhatjuk azt, hogy a Szovjetunió. Tehát a Szovjet Tudományos Akadémia távol-keleti részlege biológiai intézetének egy kutatóháza volt ezen a természetvédelmi területen. Jól el volt látva, hát mondjuk folyóvíz az nem volt benne, tehát mosdani azt itt a patakban, errefelé lehetett, illetve körülbelül egy hétig voltunk itt ezen a területen. A gondnok egyszer egy héten befűtötte a fürdőházat, amit fából készült, és akkor ott lehetett laborban alaposabban is tisztálkodni. Na, tehát ez, hogy úgy mondjam, volt a kiindulási pont, és innen szerencsére hagytak szabadon mozogni. Ami nem, abban az időben még nem volt teljesen természetes, amikor mondtam, hogy hát kérnék egy térképet itt a környékről, akkor így megfagyott az arcukon a mosoly, ami addig ott volt, hiszen barátságosan viselkedtünk egymással szembe. A végén mondták, hogy teljesen olyan vagyok, mint egy közülük. Tehát, és úgy is éreztem magam tulajdonképpen. Na tehát, úgy, utána mondtak, hát annyi butaság, meg akármi van, de azért végül is adtak egy sematikus térképet, amivel próbáltam magam mozogni a területen. Nem volt túl könnyű különben, mert ami út jelezve volt, ott vagy volt út, vagy benőtte a hát ők tajgának mondták, az erdő, de a sűrű, szinte áthatolhatatlan erdő. Sok kígyó volt. És különben is elég sok olyan élőlény található itt meg a orosz távol-keletnek ezen a részén, ami egyébként déli elterjedésű. Mivel itt nem volt olyan komoly az eljegesedés, mint az európai területen, azon kívül pedig nincs egy olyan kelet-nyugati irányú hegyvonulat, mint ami Európában az Alpok, illetve a Dinári-hegység, ami akadályozta volna azt, hogy a jégkorszak eljegesedési időszakai után visszatelepülhettek volna, illetve itt meg is tudták tenni az különböző élőlények. Ez itt egy méregfogas sikló. Egyébként elég sok kígyófélét lehetett ott látni, de fényképpen ezt az egyet hoztam el. Hát aztán itt, amiért a táblán láthattuk a tigrist, ez egy tigris lábnyom. Tenyérnyi nagyságú, egy ottani araszoló lepkét tettem ott mellé, ami szereti a vizet, mutatták ott a kollégák, hogyha ezt lenyomjuk a víz alá, ki tud belőle evickélni, és elrepül aztán. Hát ez meg a mi csomós ebírünkhez hasonló kis növény, tehát ez csak úgy, hogy lássuk, hogy azért ez elég komoly állatnak a lábnyoma. És tényleg a tigrisek ezen a vidéken azt mondták, hogy ezen a természetvédelmi területen olyan 3-4 tigris él állandóan. Természetesen aztán ilyen átvonuló tigrisek azok mozoghatnak még, de úgy látszik, hogy ők is azért nem szeretik, ha állandóan tüskés bozótba akad a bundájuk, ezért szívesen jártak az ember által kialakított utakon. Úgyhogy, hogy ahol így sár volt, ami leginkább az utakon volt, ilyen erdészeti úton vagy ösvényen, ott lépten nyomon lehetett találni tigris nyomot is. Az egyik napi gumicsizma nyomomba másnap ott volt egy tigris nyom. A gondnok mondja is, hogy a tigris valószínű minden nap látja őt, vagy minden nap látja az embert. Az ember ritkán találkozik vele. Tehát ő, mit tudom én, 5 éve volt ott, és az alatt 3-szor találkozott igazából tigrissel. De ha valaki nagyon rászáll erre, és sok pénzt fizet, akkor hogy úgymond, leültetik egy olyan helyre, ahol garantáltan 2 hét alatt láthat tigrist. De hát én nem erre utaztam igazából. Na, itt azért kénytelen vagyok elmondani még azt, hogy mesélték,
hogy miért, hogy tényleg undorodik a szibériai tigris az emberhústól, hogy valamikor régen, amikor lovakkal jártak erre felé, akkor ment valaki ott lóval, a ló megérezte a tigris szagát, megvadult, ledobta a lovasát, jött a tigris, megfogta az ember grabancát, aztán eltintorodott és ott hagyta. Na. Hát egy elnézést, gusztustalan képeket is mutatok. Mi káposzta lepkénkhez hasonló lepkék lakmároznak egy tigris ürülék csomón, látni benne a szőröket és csontdarabokat. De egyéb gusztustalanságokat is szeretnek itt a lepkék, de hát nálunk is azért az ilyen típusú pillangók azért nem csak virágot nyaldostak meg egyéb ilyen szépségeket. Egy elhullott kígyó tetemén nyüzsögnek. A patakok, amik itt a területen keresztül folytak, ezek sekélyek, de bővízűek voltak legalábbis az évnek az eddig ebben a szakaszában, és a tigrisek szerettek ezekhez a vizekhez járni. Így nézett ki úgy, ahol egy kicsit magasabb volt a látképet tulajdonképpen ennek a vidéknek, tehát voltak benne fenyők is, egyéb fák is, és nagyon sűrű tudott lenni, és nagyon gazdag. Itt éppen nyírfákat fényképeztem, és három nyírfa faj is van itt egymás mellett. Csipkeharaszt közelebbről. No, itt elnézést kell, és itt bocsájtom előre, hogy több ilyen kép is lesz, hogy két oldalt világos, mert hogy ezek hagyományos fényképezőgéppel készültek, és a hagyományos fényképezőgépet, hogyha beszkenneljük, fényképezőgéppel készült képet, ha beszkenneljük, akkor valami ilyesmi lesz belőle, ha csak nem tölt azzal igazán sok időt az ember, hogy akkor ebből még kivágjon egy részt. Egy darásfészek, ehhez hasonló fészket, akár darásfészket környékünkön is találhatunk. A Dolichovespa génusznak egy faja csinálhatta ezt. Ez kívülről ilyen szép körte alakú, belül olyan, mint általában mi ennek a darásfészket ismerjük. Korpafű félék, és hát a végén még egy ilyen szép, a strucharaszhoz hasonló páfrányt mutatnék erről a területről. No, ahogy említettem, egy pici kitérő időben nem logikusan követve a sorrendet Pekingbe. Itt, ahogy ezt mondtam az előbb, meghívást kaptam, hát elmentem. Nagyon bőségesen vendégül láttak, minden vacsorára más étterembe vittek, szóval semmi panaszom nem lehetett, és hát természetesen a kötelező császári palotát is, mint kötelező látnivalót megnéztem. Azt hiszem, hogy a császári palota, azaz más néven tiltott városnak a legnagyobb épületeit, meg a bejáratát, azt annyit láttam már mindenki képen, hogy nem egy olyan képet mutatok itt meg, hanem a palota császári kertjéből egy kis részletet, és ott hátul talán látszik egy kicsit a 9. hónap pavilonja, ahol a császárnének a hónap 9. az év 9. hónapjának 9. napját ott kellett, hogy töltse. Aztán hát a másik kötelező látnivaló itt Kínában, és hát Pekingtől nem messzi, Patalingnál is megtekinthető a kínai nagyfal. Ilyen kis, a parkolóhelytől ilyen kis automatikus kis kocsicskákon, hogy úgy mondjam, lehetett, vagy kellett fölmenni a falra. A kislányok, hogy úgy mondjam, tehát a meghívóm tanítványai kísértek, közülük van, akivel most is valamennyire tartom a kapcsolatot,
És igazából azért mutatom ezt a, azért hoztam egyáltalán szóba Pekinget, mert látni, hogy a nagy fal az nem csak védelmi célt szolgált, hanem egy út volt. Út volt, ami járhatóvá tette ezt az egyébként igen nehezen járható terepet, amin lehetett mozogni. És hát ez március első felében volt. Abban az évben, tehát 2005-ben, amikor itt jártam, akkor éppen nálunk is március eleje az havas volt, de itt ez szokásos, hogy ilyenkor itt még hideg és hó van, tehát itt olyan mínusz 5-6 fok volt legalább, mármint hidegben legalább, egyébként legfőjebb. És látni, hogy milyen kopárak ezek a környező hegyek, tehát ez egy száraz éghajlatú vidék, és itt látni, hogy húzódik ez a fal a távolba. És akkor a hideg tájakat elhagyva a trópusra. Az első vietnámi utam, két kollégámmal hármasba mentünk, Vietnám déli részébe irányult, Szajgonig, azaz Ho Chi Minh városig mentünk párizsi kitérővel. Párizs, Ho Chi Minh város közvetlen járat volt, van is, és onnan utaztunk körülbelül egy olyan 200-250 kilométert északra, Dalat városába. No, Dalat egy fensíkon helyezkedik el, 1800 méter magasságban, és a legkedveltebb városok egyike volt, még a gyarmati időszakban is, időkben is, és most is az. A háború sem igazán sújtotta, részben azért, mert mire ideértek a harcok Szajgon közelébe, addigra fölgyorsultak az események, részben pedig a rossz nyelvek szerint legalábbis mindkét fél vezetőinek itt voltak az üdülői. Na. Ahogy tehát, a elszállásolásunk az ottani biológiai intézetben volt, ez egy akadémiai csere út volt, a Természettudományi Múzeum is részt vehetett ilyen akadémiai cserékbe, és még élt a vietnámi és a Magyar Tudományos Akadémia, Vietnámban ezt másképp nevezték egy kicsit, de mindegy, közötti csereegyezmény. Egy ilyen csereegyezmény keretében lehetett oda menni, és ez szintén bőséges ellátást biztosíthatott tulajdonképpen. És a Biológiai Intézet pedig egy volt kolostorba foglalt helyet, annak a erkélyéről lehetett ezt látni, ahol egy meglehetősen kopár tájat, ami viszont 70 évvel ezelőtt, vagy 60 évvel ezelőtt még mindenhol sűrű erdő volt, vadelefántokkal és tigrisekkel, de aztán az ember, hogy úgy mondjam, belakta. Látni, hogy a mi erdei fenyünkhöz hasonló fenyők is voltak itt, és a ritkásabb fenyő erdőbe zebuk legelésztek. Száraz évszakban mentünk direkt, az egyik kolléga kívánsága ez volt, de azért minden nap esett az eső ebben a száraz évszakban. Itt látni éppen egy esőben készült fénykép. Ezen a területen az eső nagyon sokszor nagyon apró szemű, de nagyon sűrű. Tehát egyszerűen olyan, mintha zuhanyozna az ember. Olyan módon szakad az ember nyakába. Aztán, ahol sok a csapadék és vannak hegyek, ott természetes, hogy sok a vízesés is. És a vízeséseket szerettik a távol-keleti emberek is. Minden vízesésnek van valami külön neve. Ez a Datanla vizesés, és az egyik kollégám Zombori Lajos, és ő pedig, aki kísért minket az úton.
egy másik vízesés, kicsit nagyobb, és a masztagunkhoz hasonló ottani növény, csak kicsit nagyobb, ez a Pren vízesés, és akkor elérkeztünk a Misi erdejébe. A Misi Magyarországon tanult vietnámi fiatalember, aki egy ottani több lábon álló, mondjuk úgy, vállalkozó. Van neki egy esőerdő részlete, nem túl nagy, de eredeti elsődleges esőerdő, ahol van egy ilyen kis házikója többek között. A fával nem igen törődött, hanem a görgetek kövek, amik az erdőben egy patakföldben voltak, azt dolgoztatta föl munkásokkal kockakővé, útburkuló kockakővé. Egyébként volt neki rózsakertészete, és repülővel vittek innen rózsát Németországba. Azon kívül volt neki építkezési vállalata, és volt neki autós iskolája, meg még ki tudja milyen volt, de ő szívesen emlékezett Magyarországra, magyar szakkönyvei voltak neki még abból az időből, amikor itt tanult. Kertészeti, biológiai kertészeti vonalon tanult, és magyar nótákat is tudott énekelni. Hát az erdőből egy-két kép, egy fészekpáfrány közelebbről, és hát páfrányok, pálmák, muha a fákon, egy, ami galagonya lepkénkkel rokon, ottani lepke, és hát mondjuk ezek azért élményt jelentettek, ezek a fatermetű páfrányok. Itt azt is lehetne mondani, hogy ez tulajdonképpen ugyanolyan nagy páfrány, csak közelebbről fényképezve, mint ami felénk is van, de ráakasztottam egy esernyőt. Innen aztán látni, hogy ez azért egy más termetű élőlény. Az esernyő pedig azért volt velem nem csak az eső ellen, sőt elsősorban nem az eső ellen, hanem az egyik gyűjtési eszközöm ez, tehát például a lisztes fátyolkákat, meg egyéb rovarokat, mert azért természetesen, ha már egyszer ott jár az ember állami költségen, akkor más rovarokat is gyűjt a múzeum számára. Nos, tehát bottal ütögeti az ember nem a akárminek a nyomát, hanem a gajakat, és a leugró, lepotyogó apró rovarokat az ernyőből lehet összeszedni aztán. Egyszer egy utat szervezett az ottani vendéglátónk, mondta, na itt medvéket is fogunk látni, nagyon felbuzdultunk, de aztán kiderült, ilyen kis szerencsétlen medvék egy állatkert kezdeményben voltak. Azt a képet el sem hoztam, mert eléggé rondán néz ki, sajnálatosan néz ki. Viszont érdekes azért, hogy itt egy gibbont lehet látni, amelyik nem volt bezárva, hanem egyszerűen a környező erdőkből ide jött, mert itt kapott enni. Egyébként hát aztán láthattunk természetesen az erdőben is ilyet. No, a intézetből úgy távolról lehetett látni ezt a hegyet, a Langbien hegyet, amire úgy kacsingattunk. A végén aztán csak sikerült elérni, hogy ide elmenjünk. Valamiért a Koi úr az nem akarta ezt igazából engedni nekünk, hogy úgy tűnt szinte. Valószínű azért, mert itt hegyi törzsek élnek, akik egyébként békések, de gondoltam, sose lehet tudni, hogy esetleg valami nem történik-e. Az ottani lányommal, tehát az egyik kísérőnkkel egy fénykép, azért mondom, hogy lányom, persze hát azért ezt ő mondta így, mert hogy vietnámiak szeretik az idegeneket valamelyik rokonukhoz hasonlítani, mármint aki korban hasonló hozzájuk. Hát mondjuk az én esetemben azért ebben volt egy kis humor, mert én az anyja voltam. Na. A másik kolléga volt az apja, aki pár évvel idősebb.
közelebbről a Langbien hegy. Hát itten ezeket a madarakat szeretném mutatni, ami azért alig jön ki ezen a képen, de ezek olyan libanagyságú madarak, és először nem tudtam, hogy honnan ez a suhogás. Nem tudom, hogy tetszettek-e hallani hattyút repülni. Aki hallott hattyút repülni, az tudja, hogy milyen komoly zajjal jár ez. Nos, hát ezek még nagyobb zajjal járnak, és először fogalmam nem volt, hogy mi az a zaj, ami jön. Azt hittem, hogy valahol egy fát vágtak ki, és az erdei úton húzzák traktorral, de aztán kiderült, hogy ezeknek a madaraknak a szárnyától van ez. Már megyünk Szajgon felé, illetve hát Ho Chi Minh város felé, és ez az útmenti Mária szobor is mutatja, hogy Vietnám egy erősen keresztény, és ezenből erősen katolikus ország. A Fülöp-szigetek után a második helyezett, hogy úgy mondjam, ilyen szempontból. Azon emellett azért a régi animisztikus vallás maradványai, azok nagyon élnek. Tehát szinte minden lakásban, minden házban és boltokban is árulnak ilyesmit. Ilyen úgynevezett szellemházak vannak, ahol az ősök szellemei lakhatnak. Nem a lakáson belül tulajdonképpen igazából, hanem elkülönített helyen azért, mert hát a szellemekkel azért mégsem jó egy fedél alatt lakni. És legalábbis akkor, amikor ott jártunk, ez az utcakép volt jellemző Ho Chi Minh városra, rengeteg bicikli és ilyen robogó hada. A robogón teljesen szabályosan, ahányan ráféltek, annyian ültek, volt úgy, hogy papa, mama, két gyerek. Így lehet átmenni. Itt ugye van autó is, mindenhol át lehet menni. Tulajdonképpen zebrát én nem is nagyon láttam, de akárhol, ha átmegy az ember, átengedik. Csak egyenletes ütembe kell menni, kikerülik az ember. Mert hát egyébként nem olyan túl gyors a forgalom, de ezt én tapasztaltam. Nem lehetetlen átmenni. Nem a lányok csinossága miatt tettem be ezt a képet, hanem hogy mutassam, hogy mennyire élő az a hagyomány, hogy a lányoknak itt egyenes derékkal kell élniük. Tehát görbehátú nőt tulajdonképpen én nem láttam. Lehet, hogy annyira öreget nem láttam, de olyan egyenes tartásra nevelik őket, hogy az párját ritkítja, és hát hogy a ruha ilyen szép fehér, az sem véletlen. Később is, máshol is, ahol jártam Vietnámba, a vietnámiak rendkívüli módon adnak a személyi higiénére. Tehát lehet, hogy valakinek szakadt, rongyos a ruhája, de piszkos ruhába a legszegényebb sincsen. Elhanyagolt ruhába a legszegényebb sincsen, és tisztálkodni, állandóan tisztálkodnak. Na, ez a volt francia kormányzósági épület, és akkor búcsúzóul az első vietnámi út végén ellátogattunk a kínai negyedbe is, egy ottani templom belsejébe készült ez a szép, általam szépnek látott füstölös kép. Annyit még hagyd mondjak Szajgonról, hogy, és általában Vietnámnak, főleg a déli részéről, hogy ott soha senki nem fagyhat meg. A valaha mért, abszolút minimum, tehát ami Magyarországon mondjuk, mit tudom, ilyen 30 akárhány fok talán, az itt plusz 10 fok. Tehát plusz 10 foknál hidegebbet Szajgonban még nem mértek. És akkor jön a második vietnámi út, ami hát már kevésbé volt, hogy úgy mondjam, felhőtlen.
nem csak azért, mert itt az égen éppen felhők vannak. Ez Hanoi. Itt Hanoiból indultunk egy hosszú utazás után, mert itt minisztériumi pénzből mentünk, és az úgy azért meghatározott keret volt, de úgy gondoltuk a kollégámmal együtt, hogy ez azért elég lesz. Ez a Hanoi Dévú szálloda és üzletközpont. Ez pedig mondjuk egy hagyományosabb része, még bizonyára a gyarmati időkből származó, talán a 40-es években épülhettek ezek a házak része a városnak. Egy kis tó, benne egy szigettel, kolostorral, és ami érdekes volt, hogy nagyon sok helyen Hanoiban az utcákon reggelente csoportosan tornáztak az emberek egy vezető irányításával. Itt is egy ilyen tornázó embercsoportot lehet homályosan látni. Sajnos viszonylag sok időnk volt Hanoiban, különböző adminisztratív okok miatt. Már ez is jelezte azt, hogy ez az út azért nem annyira sima. De így aztán volt, ahogy mondjam, alkalmunk egy kicsit a városban körülnézni. Ez az irodalom szentélye, ez egy a mi középkorunknak megfelelő időszakból a magasabb képzettséget elnyerő leendő tisztviselők kiképző központja volt, hogy úgy mondjam, egyeteme más szóval, ahol ilyen fedett helyen tartották azokat a táblákat, ahol ők hálát adtak annak, hogy azért, hogy itt végezhettek, és mint egy dicsőségüket megörökítették. Aztán csak sikerült kimozdulnunk, először a Bavi Nemzeti Park felé, és útközben vettük észre ezt a szép nagy lepkét, a világ legnagyobb lepkéje, az Atlasz lepke. Hát ez egy ilyen 20 centis szárnyfesztávolságú állat. Aztán ez maga a Bavi Nemzeti Park, amiről több képet nem is hoztam, nem is mutattok, de itt azért volt egy kellemetlen közjáték, és valahogy ez nem tudom, hogy észak és dél különbsége, vagy éppen a szerencsétlen összjáték hatása, de itt azért eléggé erősen arra törekedtek már itt, hogy az embernek a zsebéből, ami pénz van, azt ha lehet kicsalogassák. Itt a Nemzeti Park gondnoka azt mondta, nyilvánvalóan a saját zsebére gondolván, hogy annyi dollárt kér, ahány rovart gyűjtöttem. Hát én nem adtam neki. Inkább hagytam ott rovarokat, gondolván, hogy no, majd máshol megfogom. Egy picit azért sajnáltam is a dolgot, mert ugyanazokat nem sikerült máshol megfognom. Na, utána egy Vietnám középső része felé eső részt közelítettünk meg. Tan Hoa városa közelében egy tengerparti területre mentünk. Aki vezetőként jött velünk napi 10 dollárért, az azt mondta, hogy ő itt született, jól ismer mindent. Reméltem egy-két rovart innen is, valami jött is, de annyira sok nem. De azért kisétáltam a tengerpartra, néhány szitakötőt, ezt-azt azért sikerült gyűjteni. És mint érdekesség, ezt azért szeretném megmutatni, ez egy kacsa tenyésztő család a tengerparton, mert hogy a kacsákat, hogy úgy mondjam, ingyen etethették, ugyanis az árapálynak az áradás része, az kagylókat, meg egyéb ilyen tengergyümölcseit kihozott a partra, azt eszegették a kacsák, akkor, amikor apály volt, és ezzel jól el voltak, barátságosak voltak, egy cseppet sem bánták, hogy lefényképezem őket, mármint nem a kacsákat, hanem a családot. No, aztán Tanhuától
eltávolodtunk egy kicsit, és a csúfolyón átkelve azok felé, a hegyek felé, amik ott a távolban vannak, vettük az utunkat. Viszonylag olcsón átvittek ilyen nagyobb csónakokon minket, akkor motorokkal szállítottok minket, nem tudom, szóval igyekeztek minimalizálni a költségeket, de azért nem volt hiába való, itt is sikerült érdekességeket gyűjteni. Hát az annak ellenére, hogy ezen a hegyen, ami úgy messziről igazán jól nézett ki, lehetett látni közelről, hogy itt az elsődleges erdők már nincsenek meg. Hogy miért is nincsenek meg, azt én őszintén szóval ennek nem jártam utána. Elképzelhető, hogy ez egy olyan terület, ami áldozatul esett már a háborúnak. Tehát mondjuk azért Vietnám elég nagy részét napalmmal leégették, és ott azért a természet kezd újraéledni, de még a eredeti gazdagságát nem érte el. No, aztán a Vietnám északi részének is az északi felébe, a Babe tóhoz, ami egy nemzeti park névadója is, sikerült elmenni. Látjuk itt, hogy a hegyek ezen a vidéken igen meredek lejtőkkel határoltak. Itt a málás az, ami általában jellemző, tehát az ilyen trópusi viszonyok között a mészkőhegyek nagyon furcsa alakokat tudnak képezni. Gondoljunk csak akár a riói cukorsüveghegyre például, vagy hát Vietnámból is jól ismert egyéb képekre. Itt egy-két növényt is láttam ebből, talán kettőt fényképen is bemutatok. Ez a fogföldi ibolyának egy ottani rokona, a csuporkafélékhez tartozik, ha mondhatok ilyet, de mondhatnám azt is, hogy gezneriáceé. De hát nem akkor, akármit is mondhatnék. Azt hiszem, elnézést. Na, ez pedig egy úgynevezett, a magát a nemzetséget fekete szemnek nevezik, holott ez éppen egy szép fehér virág. Aztán az előbb látott Babetó fölött magasabb hegyekre is igyekeztem följutni, a Kauvai hegy, ahol az erdőben azért eredeti vegetációt, dús, epifita növényzetet és szép vízeséseket is lehet látni. Az az igazság, hogy ez így szépnek néz ki, és az is. Élvezett benne mozogni, ha tud az ember egyáltalán. De hogy ebbe a sűrűségbe az ember elmenjen 20 métert, az van úgy, hogy egy fél órát vesz igénybe. És hát majd később említem ezt még, hogy nem is olyan paradicsomi ez a hely. Viszont egy érdekes ötlet, a forrásoktól így vezetik ilyen bambuszcsöveken le az ivóvizet a település felé. És hát hegyi törzsek itt is élnek, egy nagylány és két öccse a piacról tér vissza. Fönt a magasabb területeken kukoricát termelnek, azt adhatta el a piacon, azt vihette be a puttonyba, és valamit vásárolt, azt vitte vissza. Rengeteg energiájuk kell, hogy legyen. Én a magam részéről majd elpusztultam, olyan melegen volt, és ők meg még mennek följebb is. Hát két egymásra talált botsáska, és sok érdekes rovart lehetett egyébként itt gyűjteni. Ilyen szép nagy lepkéket én nem tettem el,
hisz ezek úgyis tudomány szempontjából nem különösebben érdekesek, mert már régóta ismertek. Ez egy úgynevezett, hát magyarul ollólepkének lehet leginkább mondani, mert ugyanennek a fajnak van olyan alfaja, vagy a törzs alfaja olyan, hogy ez a fehér mintázat egészen összeér, és akkor a birkanyíró ollóra emlékeztet valamennyire, tehát az angol neve az a birkanyíró ollóra utal. Hát ez volt a második vietnámi út, és akkor jöhet Thaiföld. Thaiföldnek az északi részén voltam először, ahogy említettem. Mindjárt a legészakibb területre mentünk, a Doi Intanonra, ami szent hegyük a thaiaknak. Thaiföldön nagyon magas hegyek nincsenek, ez olyan 2600 méter magasságú körülbelül, és a csúcsán van egy ilyen kis szentély. Lent a tengerszint közelébe, vagy pár száz méter magasan trópusi hőség volt. Itt azért az a 10 fok meleg volt csak, úgyhogy akik vendégül láttak minket, hát azok bizony nem öltöztek úgy föl, mint mink, úgyhogy kicsit vacogtak is, míg mi próbáltunk ott rovarokat gyűjteni. Köd volt, de szélcsend, és látszik, hogy itt is a dús vegetáció a jellemző, mohák vastagon a faágakon, egy kosborféle, egy szerényebb megjelenés kosborféle, és hát itt is természetesen sok a vízesés, és bővízű vízesések vannak. Ez a Sirifum vízesés, és a Vahiratán vízesés. Egymástól néhány kilométerre a kettő. És ebben a nyaralóban, ami a Doi Intanon alatti faluban van tulajdonképpen, itt lakhattunk pár napig. A vendéglátónk, a Nabitabata úr, aki a patumtani úgynevezett Technopolisban dolgozott, sajnos már pár éve elhunyt, és európai végzettségű volt, különben még azt hiszem, hogy Németországban végzett ő, és még baseball játékos is volt fiatal korában. Ő volt a sofőrünk ezen az úton is, és a második thaiföldi úton is, és kolléganőm, akivel együtt tettük meg ezt az utat. Egy kicsit délfelé mozdulva Nam Nao térségében, hát itt erre a kis szörnyetekre kéne figyelni. Ez egy rablópille. A rablópillék is a recésszárnyúak közé tartoznak, és csak úgy, mint a hangyalesők, ezek is felnőttként is, hogy úgy mondjam, imágóként is komoly vadászok, szitakötőszerűen tudnak röpködni. Itt éppen egy eső utáni állapot volt, azért ült így szépen meg a fűszálon. Különben hát ezek olyan tényleg szitakötő nagyságú rovarok, nem úgy, mint a kedvenceim, a lisztes fátyolkák. Valószínű, hogy ez is egy nem csak tudományra új faj, hanem elképzelhető, hogy új nemzetség, új génusz is. Félre is tettem, hogy na majd egyszer ezzel is foglalkozom, de annyi más van, hogy úgy mondjam, a kezem ügyében a lisztes fátyolkákból is, hogy ezt egy kollégámnak átadtam, hogy törődjön ő a továbbiakban vele. És akkor megérkeztünk arra a helyre, ahol az első thaiföldi utamon a legtöbb időt eltöltöttük. Hát itt látjuk a jellegzetes thai írást. Egy mondatot egybeírnak.
ők ki tudják ezt olvasni, rengeteg összevonással egyébként. Annak idején, amikor ezen az úton jártam, ezt megelőzően próbáltam valamennyit megtanulni belőle, valamennyit sikeresen is, valamennyire sikeresen is, azóta bőven sikerült elfelejteni. Mindenesetre ugye angolul ide ki van írva, szakerat, ökológiai állomás tulajdonképpen ezt jelenti, ez a iroda és a központi épület, és ebben a kis házikóban húztuk meg magunkat, mert hát a pénzügyi lehetőségeink itt is szűkösek voltak, de mondtuk, hogy elég, hogyha egy fedél van a fejünk fölött, és el leszünk. Itt, ahol most éppen talán ruhák száradnak, mert ilyet is kellett a 3 hét alatt azért ilyennel is foglalkozni, itt esténként egy lepedőt, vagy igen, egy használt lepedőt lógattam ki, és a fényre gyűlő rovarokat próbáltam gyűjteni. Hát az erdő belsejeit, a fatörzsön egy termesz, váracska termeszfészek, mert a termeszek egy része az fán építi a várat, hogy úgy mondjam. Az erdőben mindenféle kúszó és egyéb növények voltak. Itt a helyi vaníliát, hogy úgy mondjam, lehet látni, mert a vanilla génusznak a Mexikóban honos és fűszernövényként használt faján kívül van a trópusokon, szinte szerte a világon számos más faja is, és így a trópusi Ázsiában is élnek vanilla fajok, mind kúszócserje, ahogy látjuk, fölkapaszkodnak a kisebb fákra, amik itt voltak, ezek a fehérek, nem túl éles a kép, de ezek voltak a virágai. Hát, mintha kígyó lenne egy lián. És hát a területre, meg a trópusokra általában jellemzőek a palánktörzsű fák, amik, ha öregszenek, akkor így fölhasadozik a törzsük szinte, azért, hogy jobban megtámaszkodjanak, nagy alappal csatlakoznak, hogy úgy mondjam, a földhöz, hiszen a trópusi termőtalaj az általában sekély rétegű, tehát nagy területen kell kapaszkodniuk. Hát itt is látjuk, hogy ugye kiukadt tulajdonképpen, ez egyébként egy jó nagy fa volt, ez úgy nagyjából 4 méter szélességű itten. Ezt a képet, tehát ezen a szakerat erdőben, hogy úgy mondjam, voltak szárazabb és esőerdő foltok is, ez egy szárazabb foltnak egy tagja. Itt erre a kis szerény növényre hívnám fel a figyelmet, ami virágbortokban nálunk is kapható 5000 forintért darabja, itt természetesen vadon nő. Ez egy cikászféle, amit szágópálmának is mondanak, de valójában a pálmához semmi köze nincsen. Tehát ez inkább a már kihalt magvas páfrányok közé tartozik. Tehát a nyitva termők egyik igen ősi csoportjába, még az igazi pálmák, hát azok egyszikű növények. Tehát azok meg éppen az, hogy úgy mondjam, az ellenkező végén vannak a növények törzsfejlődésének, és akkor látjuk, hogy ez a, hogy úgy mondjam, a közönséges koronaszint, ami olyan 15 méteren, 20 méteren van, és akkor még egy 20 métert fölfelé az igazán nagy dendrokárpusz és hasonló fák. Aztán akkor egy szörnyűség, aminek emlékművet is állítottak itten, kaucsuk ültetvények is vannak sajnos elég sok helyen, ebben az erdőben is volt egy ilyen folt, és hát a kaucsuk ültetvények dicsőségére állították ezt a táblát, hogy úgy mondjam, normális rovar élet, bocsánat, nélküli ez a terület már, és akkor szép álaspók. Ez nem csak azért ilyen nagy, mert közelről fényképeztem, hanem ez valóban
így a lábaival együtt több, mint tenyérnyi nagyságú, tehát maga a testre is az nagyobb, mint egy cserebogár. És akkor még néhány növény, ez leginkább a mi galajféléinkhez rokonítható kis fárszárú cserje, egy szöcske növendék, és ez az, amire igazából fölhívna a figyelmet, még ha homályosan is látszik. Ez egy nagy kabócának a, mondjuk úgy, lárva bőre, mert hogy a trópusi vidékeken a kabócák nyüzsögnek. Kisebbek, nagyobbak. De ha először jár az ember ilyen helyen, akkor egyszerűen azt hiszi, hogy itt mindenhol vágják az erdőt. Akkora hanggal, és olyan folyamatosan, hogy úgy mondjam, fűrészelnek, hogy szinte fülsiketítő, és először tényleg azt hiszi az ember, ez csak egy láncfűrész lehet. De a kabócák adják ki ezt a hangot. No, egy százlábú. Nálunk is élnek százlábúak, elég nagy is egy-két helyen, a Vértesben, ugye kövek alatt, ha az embernek szerencséje van, találkozhat ezzel a majdnem ilyen nagy, de mondjuk fele ekkora szkolopendrával. Ez jó arasznyi nagyságú, és elég mérges a csípése, de sikerült őt ártalmatlaná tennem, és átlényegült tudományos célra. Diplopóda valamikor, vagy ikerszelvényes, talán találkozott valaki a jelenlévők közül már ehhez hasonló állattal. Nálunk ez mondjuk maximum egy fél centi vastagságú lehet, hát ez olyan virsli vastagságú igazából. És szintén egy jó tenyérnyi ez az állat így össze spirálozódva. És hát akkor, hogy nem csak itt jártunk, jobban is, otthon éreztem magam az erdőben, itt kevésbé, egy bangkoki kép azért legyen. Egyébként itt alig van forgalom igazából ezen a képen. Volt úgy, hogy amikor beautóztunk Bangkokba, Patumtaniból, másfél óráig tartott az út, ebből egy óra volt az, amit magában Bangkokban döcögtünk. És akkor a második tájföldi út, és ezzel a vége felé közeledek, hogy úgy mondjam, a élménybeszámolómnak. A második tájföldi úton a Kaohsiung botanikus kertbe, a Maláj-félszigeten lévő Kaohsiung botanikus kertbe kezdtük az utat, és itt volt a szállásunk is tulajdonképpen innen, csak ide-oda ruccantunk ki. Ez a konty, a nálunk is élő konytyvirágnak egy ottani hatalmas méretű rokona. Ez olyan méter nagyságú bunkosbot tulajdonképpen. Mondjuk a kála virághoz is lehetne hasonlítani egy kicsit tulajdonképpen. Aztán rengeteg, aki nem szereti a kígyókat, ne nézzen ide, rengeteg kígyó volt mindenfelé, leginkább a banánkígyó és ahhoz hasonló vékony testű, nyúlánktestű kígyók voltak, hogy úgy mondjam, szinte úton, útfélen, de azért leginkább bent az erdőben, hol az ágon, hol a fatörzsön, azért vigyázni kellett, hogy az ember ne lépjen rájuk. Mondjuk én mindig gumicsizmában mentem, ez azért valamennyire megvédett volna, ha meg is akar harapni egy kígyó, de nem volt ilyen szerencsére, hogy megpróbált volna megharapni valamelyikük is. A szálláshelyünkön, az említett Nemzeti Parkban egyszer csak egy kígyó kezdett fölkapaszkodni a lakóhelyünknek a lábazatára. A sofőrünk nagyon természetszerető ember volt, mondta, hogy ne bántsuk. Én is eszem ágába se volt bántani, hagymászon szegény. Aztán fölkapaszkodott a lábazatra,
Aztán, hogy ő volt-e, vagy a testvére, vagy az apja, anyja, rokona, nem tudom, de ahol, hát ez mint kép nem jó, de mint élmény azért megrázó volt. Egy esős napon készültek ezek a képek, egyetlen olyan nap volt, amikor egyáltalán nem mozdultunk ki, mert a többi napon, ha esett is az eső, azért mentünk, bőrigáztunk. De itt annyira szakadt az eső, hogy hát nem indultunk el, meg a kísérőink is mondták, hogy na hát most aztán nem. Különben a meglehetősen puritán volt a helyünk, ilyen valamiféle puha, mint a matracszerű, de vékony dolog volt a kőre lefektetve. Az eső becsöpögött a tetőn keresztül. A szekrény az nem volt, tehát a cuccaink az így a földön hevertek. És hogy bementem, láttam ám, hogy egy kígyó éppen igyekszik menedéket találni a bőröndömben. No hát akkor fogtam magam, nem bántottam továbbra sem a kígyót, hanem az egyik bottal betettem a rovarhálóba, akkor fogtam, és elvittem pár száz méterrel odébb, és ott szabadon engedtem. Többet nem jött. Aztán hát, amiről eddig nem beszéltem. A szúnyogok azok veszélyesek lehetnek Dél-Kelet-Ázsiában, mert van, ahol van malária. Nem mindenhol. De például éppen Dalat környékén azt mondják, hogy ott azért van malária, és egy olyan 40-50 ember a helyi lakosságból évente meghal maláriában. De lehet, hogy azért, mert a malária a szúnyogoknak sem tesz jót. Viszonylag kevés szúnyogot láttunk, azt igyekeztünk gyorsan agyoncsapni, ezért túl sok bajunk nem volt. Viszont már az első vietnámi úton csupa vér lett a trikónk, ingünk, zoknink, mert hogy a szárazföldi piócák azok viszont meglepik az embert. Ezek az ágakról, gajakról vetik magukat az emberre, vagy a fűből másznak föl, és nem érezni őket. Szóval ahogy elkezdenek rátapadni az emberre, akkor érzéstelenítő anyagot bocsájtanak az ember bőrébe, úgyhogy tulajdonképpen csak akkor veszi észre, ha véletlenül ráakad a keze. Úgyhogy volt úgy, hogy a gumicsizmám, hogy mondjam, kis túlzással teli volt vérrel. No, itt, és jó darabig a helye azért megmaradt. Itt a sofőrünket kértem, hogy hát hagyj mutassunk meg képen is egy ilyen szörnyeteget. Tehát a legtöbb vért itt nem a szúnyogok szívják ki az emberből, hanem a szárazföldi piócák. De hát ezek legalábbis nem okoznak maláriát. Hát vízesések itt is bőven vannak. Egy ilyen felszíni karsztos területre is elmentünk. Ez ahhoz hasonló egy kicsit, mint a mi egy-két hegységünkben, Mészkőhegyen az úgynevezett ördögszántás, csak kicsit nagyobb méretben, vízesések, lyukkafélék. Hát egyik kedvenc képem egy vízesés tetején. Nagy sűrűségben sikerült ide fölküzdenem magam, nem azért, hogy dicsekedjek, de az utat én találtam meg, a helybéli vezetők nem. Eddig a pontig. Igen. Egy másik, mert hogy ez a Kaocsong botanikus kert és annak a környéke volt igazából, ez egy másik közelben lévő botanikus kertben, hát éppen egy orhidea is nyílt, és itt az, amit mondtam, hogy hát a trópus azért nem annyira éden. Mert nagyon sokszor tüskés. Nagyon sokszor tüskés, és ezek a tüskék, ha ilyen nagyok, akkor az ember messziről látja őket. De van úgy, hogy fele ekkorák csak egy mondjuk növendékfa törzsén, és az ember éppen küszködve kapaszkodik föl egy meredek lejtőn, akkor automatikusan megpróbál kapaszkodni az ilyen tüskés izébe.
kis törzsbe, és akkor utána teli lesz az ember tenyere tüskével, utána húzogathatja ki belőle. Még egy-két ilyen esőerdei kép. Hát látszik, hogy a helybélieknek is melegük van. Úgy látszik, hogy megvan. A sofőrünk, egy helybéli kísérő, aki tényleg ott a adott nemzeti parkban, illetve hát nem, tulajdonképpen ez egy természetvédelmi terület és úgynevezett botanikus kert, de a botanikus kert folyamatosan megy át a természetvédelmi területbe. És hát az Orosz András kollégám, akivel ezen az úton együtt voltunk. Hogy valami kultúra is legyen, azért egy barlangszentély, ahol egy nagy méretű fekvő Buddha szobor található, a Tamizaó barlangszentély ez. Egyébként a barlangok is olyan képződmények, amik úgy megkapják az ember képzeletét ott is, és azoknak is nevük van, és hiedelmek, mondák kapcsolódnak hozzájuk. Aztán a tenger mellékre is, Pakmeng környékére ellátogattunk, nem hiába, itt is sikerült érdekes kis állatokat gyűjteni. Látjuk, hogy a lyukkafélék szép nagyra nőnek. Egy ilyen jellegzetes trópusi szigethegy a tengerparton, egy vasfa lóg oda be. Aztán a látványos, legalábbis így, ha közel hajolunk hozzá, látványos tengerparti hajnalka, tehát mi nálunk is megtalálható dísznövényként kultivált hajnalkának, illetve a szulákféléknek rokona a trópusi tengerpartokon általában gyakori. Egy maláj díszlevélnek nevezett növény, esőerdőkép, az Aitieng patak volt az, amit az előbb lehetett látni, és egy helybéli család, mármint én nélkülem. Egy helybéli család, a fiatalember az nincs rajta, mert őt kértem meg, hogy fotózzon. Ilyen övemre szerelt, hogy én tölténytáskába tartottam a fiolákat, amiben a rovarokat tettem. Látjuk, hogy ők nem igazán maláj típusú emberek, legalábbis a férfi nem. Valószínű, hogy ők egy olyan embercsoporthoz, rasszhoz tartoznak, akik az eredeti őslakók közül maradtak meg, tehát egy negroid típusú, antropológiai negroid típusú, laposabb orrú, széles orrú emberek. Tulajdonképpen leginkább talán jobban ismert ausztrál négerekhez lehetne őket hasonlítani. De nagyon barátságosak voltak, látni, hogy ez volt a lakóházuk. Egyébként Vietnámban is először néztem, hogy mikor lesz már a térképen jelölt község, város, hát város nem, község meg a valóságban. Mert csak ilyen szerszámos bódékat láttam. Utána rá kellett jönnem, hogy ezek a lakóházak. Ezek a lakóházak, és végül is ott, ahol a plusz 10 fok a leghidegebb, ott ebben is el lehet lakni. Egyébként nagyon barátságosak voltak mindenhol az emberek, és boldogok. Tehát össze nem lehet hasonlítani a magyarországi életszínvonalt, vagy bármely európai életszínvonalat, egy vietnámi életszínvonallal. De ők alapból boldogok, jól érzik magukat a bőrükben, és ha egy kicsit is, hogy úgy mondjam,
műveltebbek, vagy jobban közéleti, mondjuk momentum is szerepet játszik az életükbe, akkor úgy érzik, hogy ők egy győztes ország. Ez lehet, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy boldognak érzik általában magukat. No, megkínáltak itt mindenféle gyümölcsel, ami ott a leginkább banán volt náluk, de máshol, akár Vietnámban, akár Tájföldön, ha betértünk egy ilyen, vagy elmentünk egy ilyen ház mellett, hívogattak, megkínáltak a ihatatlan rizspálinkájukból, amit saját maguk készítettek. Na, erről jut eszembe, hogy azért van jó minőségű rizspálinka is, amiben kígyókat tesznek. Tehát az ilyen kígyós pálinkák, amiket az első vietnámi út alkalmából a Kui úr adott nekünk, azok nagyon finomak voltak. Szóval minél több kígyó van benne, az annál ízletesebb. Minél többféle. De... Aztán hát itt a majmokat kecstelésből is tartják. Ez érdekes módon, hogy látszik kicsit homályosan. Oda volt láncolva egy fához egy majom, hogy ne szaladjon el, de azért valakinek a házi állata volt. Na aztán hát itt még egy élmény. Itt egy majom és egy kutya látható. Ez már azután volt, hogy a kollégáim, illetve hát a kollégám meg a kísérők elmenekültek. Ugyanis a majomtól. Mármint, hogy a majomtól menekültek el. Ezen az felhagyott úton itt mentünk, egyszer csak szembe jött velünk ez a majom, és mellette a barátja ez a kutya. Valószínű, hogy ez a majom, ez egy valamikor talán ember által is nevelt, tartott példány lehetett, mert nem menekült el, hanem jött szembe velünk. Kivicsorította a fogát, hatalmas szemfogai voltak neki, fölráncolta a homlokát, fölállt a szőr a feje tetején, és mondták az ottani tehát a helybéliek, meg a sofőrünk, hogy veszélyes, menjünk visszafelé. Én meg láttam a szemén, hogy nem akar engem bántani. Úgy figyeltem őt, és mint egy megegyeztünk, így kicsit oldalra néztem, hogy én elmegyek mellette. És hagyta is, hogy elmegyek mellette, a többieket viszont üldözte, akik menekültek. Úgyhogy én sikeresen túljutottam a majom messzéjén, és utána, hát aztán a többiek egy idő után fölkapaszkodtak az éppen járható útra egy kerítésen keresztül, kerítés is volt, és annak a hézagján, lyukján keresztül. Utána készült ezt a képet a Orosz András kollégám készítette. Aztán, mert ezen az úton éppen nem volt velem fényképezőgépbe, de szívesen lefényképeztem volna, hogy a majom kergeti a kollégákat. Már elnézést. Aztán dobtak le nekem banánt, hogy azzal szerítítsem a majmot, és el is fogadta a majom a banánt. A majom volt a főnök, és amit meghagyott, azt odaadta a kutyának, a kutya elvett a banánba. Aztán még két napra visszatértünk, vagy szóval még két napot töltöttünk a Kaohsiung botanikus kertben, illetve nemzeti park, nem nemzeti park, védett területen, természetvédelmi területen, ahol sikerült lefényképezni ezt a gyíkfélét, amit éppen egy imádkozó sáskát, hát egy ottani fogólábút eszik. Hát innen aztán elindultunk hazafelé, és az út mellett fényképeztem ezt az óriási, egy domtetőn álló óriási buddha szobrot, a 141-es út 18-as kilométerénél található ez meg, ha valaki személyesen is látni akarja. Köszönöm a figyelmet!
Az előadás végén még maradt a hallgatóság, a személyes beszámoló baráti hangvételű beszélgetéssel ért véget.